kíváncsi leszek rá. Hogy mi lesz itt? Szeosz, mester! Fortuneból már elég volt szerintem, majd esetfelé, ha lesz kell. Így van, én is arra gondoltam. Valami kis chilles. Chilles gas station! Meglátjuk, mi lesz ebből. Mi ez? Klasszikus mód, történettel, új játékosoknak ajánlott. Legyen a Route 66 legendája. Tidal, az meg még nincs meg. Úgyhogy vegyük egy Dust Bowl-t. Megnézzük, kíváncsi vagyok. Nem hangos a játék? Szia Kifli, kutatj itt az öreg Uldika. Valahol a 66-os úton. Azaz. Megjövünk, vettem egy kutat. Nagyon hangos a játék, nem guys? Lejjebb kéne venni? Írjátok meg. Elnyomja a hangomat, vagy jó így? Az a helyzet, vettem egy benzinkutat itt a sivatag közepén. El kellett menekülnöm a városból. És gondoltam, ha ide kijövünk, akkor ez... itt nem találnak meg minket, akiknek tartozok. Úgyhogy eladó. Igen, Metkor. Hoppá. Úgyhogy találtam ezt a helyet. Láttam, hogy hirdetik. Hát lesz mit csinálni vele. Azt mondták, hogy kell rá költeni. Most már ön a Dust Bowl benzinkút tulajdonosa. Thanks! Na nézzük. Fél nap. Pal később. Még a papírmunkát elintéztük. Kis megpihentem, mert hosszú volt az út idáig. Találd ki, hogyan léphetsz be a benzinkútra. Célzási közben tartalom, hogy dobja el. Célzási közben tartalom, hogy dobja az RMB gombbal a kukába, hogy pontszámot kapjon. Szóval jobb egér gombbal a kukába vegyünk. Bal egér gombbal fölvesszük. Bármi is legyen ez. Jobban lerakjuk. Aha. Várj, fölvesszük. Aha, ez meg az erő. Jó, akkor ide visszarakjuk, ezt most nekem nem kell. Van itt. Mindent föl lehet venni? Hát igen, ő itt a nagyapánk. Akik bízott bennünk. Hallottad valahonnan? Hallottam. Láttam róla, hogy jött ki DLC, meg ilyenek frissítik nagyon a játékot, úgyhogy mostában érdekelnek ezek a szimulátor gémek. Nagyon chillesek, jól kikapcsol meg ilyenek, úgyhogy nézegetem mostanában ezeket. Na nézzük, te hol hallottad, Metkor? Na jó, amúgy itt semmi nincs egyelőre. Ez lesz a helyünk majd? Pizzát szállítanak, úgyhogy nagy baj nincs. Figyeljetek, bazeg, az az FPS-t azt teszi. Balegérrel fölvesszük. Jobban meg... Aha. Full erővel kell? Hát... Azaz, hit a trash. Random unatkoztas, kerszem szimulátor géveket. Jók is azok, figyelj! Anyád! Ezért már nem kapunk pontot? Na, hú, lehet a grafikát lejjebb kell venni azért. Jussunk be! Elevator. Ez mi? You let it run away from you, didn't you? Mi ez? Ezzel is lehet majd menni? Ez le van zárva, let's go. Ez lesz a benzinkutunk. Nyomja, igen. Vedd picit vissza a játékot, vagy ne legyen benyomva a V-Sync. Igen? Kevés az FPS, úgy látjátok? Várj, a V-Sync az ki van kapcsolva? 100... Nem ablakosba játszunk. Teljes képernyősbe. Oké. Megyünk vissza a grafikából mondjuk magasra. Megnézzük. Hát jó, most 100 plusz. Most 100 plusz az FPS. Hát 100, ja. Aha. Hú, de fura nekem ez a dobóka. De ezért most miért nem kapok? Na nézzük. Azt hiszem VR-nál is láttam talán annó ezt a játékot. Messzebbről dobd a szemet a zsákot, és azt... Aha! Te ismered ezt, Minecraft? Nézzük már meg. Jézus. Egyelőre el vagyunk azzal. Hú, bazd meg! Mondták, hogy kell rá költeni, de ennyire?
Nagy feszültségű kábelt, és keresem volt az áram felkapcsolására. Na várjatok, először áramot kell csinálnunk. A nagy feszültségű kábel. Ez lehet a nagy feszültségű kábel? Ez itt. Hát az a villanyoszlophoz mellett. Várjatok, várjatok. Igen? Na, ott is láttam de ott már a DLC-t. Itt még nincs semmi. Hú, bazzeg. Várjatok. Ennek ilyen nagy a gépigénye amúgy ennek a gémnek? Az ott mi? Ja, az is egy kuka. Aha. Te elleszünk itt. Egyre. Ja, és ott írja baloldalt a pontokat. Megjött Metkor, elhiszem. Na várjatok, hol lehet a izé a nagy feszültségű cumó? Hát én dögöljek meg, nálam olyan sötét a játék. Hát ez lehet csak az. De hát bratyaszok. Le van rombolva az egész, hogy lesz ebből benzinkút? Azt a picsa bazzeg. Vagy itt bent. Az komoly. Kapcsoljam fel az áramot. Ez oké. Legugolni nem lehet. Fénykép módot. Mindjárt visszakapcsoljuk az áramot, csak még leszedjük. Itt van van cumóka. Mi az? Vidd ki a tutoriát és lesz a 6 pontot, de kösd az áramkábelt. De ezt a nagyot? És tényleg ezt kell követni? Én azt hittem csak viccel a játék. Mi ez, baszki? Ú, azt hallottam, hogy ezekkel lehet majd versenyezni. Ó, de jó. Na várjál. Itt van a generátor. Hát egy kicsit meg van halva. Aha. Meglett a villanyunk. Vegye fel a tenzinkút előtti fülkében. Aha, oké. Megnyitjuk, figyeljetek, gazdagok leszünk. Olyan benzinkutat csinálunk, hogy ihaj. Ha jó lesz a benzinkút és pluszos lesz. Congratulations on your purchase and investment, A little kis nephew. unokölcsém. It has been a while since you've heard my voice now, hasn't it? Yes, I'm a busy person. But luck would have it that the land you've purchased once belonged to my father. Since you are not only a potential business partner, but family no less, I'll do my Aha. best to help you. I will Jó. send you emails on a A regular bácsikánk basis, vagy ki a tököm. providing you with Bazd information meg, on how mennyi to handle pofázik. each part. Segíteni fog nekünk e-mailekkel, hogy jól haladjunk a benzinkúttal. Van villanyunk. Ez a számítógép, itt vannak az e-mailek. Aha. Üdv. Most láttam, hogy szilárd befektetés hajtottál végre. Bár sajnálom, hogy el kellett adnod az autód érte. Hát, mindegy. Mindig kérhettél volna tőlem kölcsönt. Jókor szólsz, baszod. Elmondok néhány tippet és trükköt, az e-mailjeim rendszeresen érkeznek, így indexelheti őket és témáikat. Ezt a benzinkutat üzembe kell helyezni. Ki tudja, mennyire lepukkant ennyi évvel ezelőtt. Ne felejts el, folyamatosan nyereséget kell tárni, először fejleszt az üzemanyag adagolót. Ja, és ne aggódjon a pénzért, végül is család vagyunk, és a család szemmel tartja egymást. Azért vagyok itt, hogy segítő kezet nyújtsak, ezért pénzzel is segítelek. Hát jó, kösz. Segít nekünk. Vannak VIP-jaink, lesznek szállítás, funkciók, eszközök, fejlesztések. Először is a benzinkutat kell telibe fejlesztenünk. Szóval kezdjük azzal, hogy rendet rakunk. A maffia segít. Hát igen, ez elég gyanús így nekem. Szálljon be a minikotrógépbe. Ó. Hát igen, amúgy itt nagyon nagy a káosz. Ezt hogy hozzuk rendbe? A minikotróba beszállunk. Minikotrógép. Aha. Dupla USD. Kézifék használat az a space. Tartsd le jóval az L-shiftet, turbo. Motor túl megszűnik, az a homokot szed és turbot használ, kifogó pirosra vált. Tartsd le a jobb eger gombot, leütse. Túlvegés miatt extrúzió. Aha, jó. Akkor let's go. Mit kell nekünk összeszedni? Hú, de komolyak vagyunk. Nincs üze... Bazd meg.
Ennyi volt. És akkor oké, nyomja meg a P, hogy meg is a fény. Ja, az nem kell nekünk. Keresse módot. Rudi. Rudi, ő itt Rudi, úgy hívják. Régasz gázkannát. Várjál, mivel kell kiszállni? Nyomja meg F, ja? Jó. Na, keresünk gázkannákat, amivel lehet, hogy van üzemanyag. Nyom meg a tabot a játékba, de előtte szállj ki. Ez a backblingünk. Ó, te is játszottál ezzel, mester? Nyomj meg a balegeret. Aha. Megyünk, megtankolunk. Ezzel mindenki játszott? Ez ilyen nagy játék amúgy? Én meg csak most fedeztem föl. Itt a gázkanna. Oké, üres. Ó. Megtankoljuk a gázkannánkat. Klik, elhelyezés. Tele, zsír, 20 liter. Videót néztem, aha! Nyomja meg F neki interakció. Várja. Hol? Itt van. Na nézzük. Kész, jó. Ezt el lehet rakni valahogy? Na gyerünk. És akkor nekünk most mit kéne úgy most összedzsúvázni? Homokkupacok eltávolításához. Jó, értem. De hova vigyük a homokkupacokat? Emlékszem, mikor 2-3 órát játszottam a játékkal. Egyes is ki a talajt. Ja, hogy ide, hogy tudjanak jönni tankolni. Oké, várjál. Fék. Shift a turbo, de az sokat... Aha. Már is túlhűlt. Ezt hol látom? Várjatok, ez így gebasz. Itt is van mondjuk. Csak így fogom ezt... De ez nem jó. Tarts, fék, turbo. Ez oké, hogy ide jövök, és akkor most? Igen. Tart, balegér. Aha. Szóval egy emelés. Aha, egy emelés az egy-egy ilyen kis kupac. Értem, figyeljek a tartásra, kihúzom magam öreg. Ki fogok mutatják jobb oldalt ott a játékba? Aha, oké, oké, kösz. Igen, és balegér. Aha, jó. Let's go tovább, feladat teljesítve. Nyissa meg a benzinkutat az ügyfelek számára. De azért ezt még szedjük már, nehogy legyen az ügyfeleknek parkolójuk, bro. Aha, ez már legalább ez két lapátolásnyi homok. Hát igen, az évek alatt itt bazzeg összegyűlt a homokviarokba. Nem baj. Rudi az a lényeg, hogy túlélte. Most már feltuningoljuk majd Rudit. És mindjárt megnyitjuk a benzinkutat is. Hogy tudjanak jönni, és pénzt tudjunk keresni. Mert egyelőre $0 van. Egy parkolót ide csinálunk, hogyha gebasz lenne, akkor tudjanak hol megállni. Jó, látjátok? Lesznek majd még homokviarok? Tényleg? Na bazd meg. Turbót és meglátod mi lesz. Az előbb nyomtam véletlenül, föl is melegedett. De miért kéne Rudinak turbó? És miért nyom neki, amúgy, miért van turbó ebbe a izéba? Az a baj, hogy akkor nagyon sokat fogyaszt. Így is. Figyelj, nyomok egy turbót. Ja, már melegszik is, ha látom, látom. Rudit még föl kell tuningolnunk. Na még ezt itt elviszem. Zsír. Van egy nagyobb parkolónk, hogy egyszerre többen tudjanak jönni, ami kell. Ez nagyon jó. Mi van veletek? Élem. Élem, gazdagok leszünk, és felezni fogunk. Kenősre költjük. Veszünk egy számítógépet, hogy mehessen a Fortnite a benzinkúton. Rakunk chargereket, hogy a telefonokat tudják tölteni. Hova parkoljuk le Rudit? Hol lenne Rudinak a legideálisabb hely? Ja, hát ott, a bánba. Most turboznék, de... Itt hagyjuk, mert itt lesz munkánk még Rudival. Azért itt hagyjuk. És megyünk és megnyitjuk a kutat.
Viszont meg kell nézni a levelünket is. Azt mi a tökömmel lehetett megnyitni? Guys. Tab, táska. Ja nem, nem, az bent volt. A számítógéppel lehet megnézni az e-maileket. Azt megnézzük, hogy miket küldtek nekünk. Levél. Új feladat, kotrógép. Igen, látod, megtaláltad Rudit. A kotrógépről beszéljek. Az egyik vállalkozó munkáson mondjuk ragaszkodott a dologhoz. Végül a név megragadt. Szóval ő most Rudi. Szóval ezért lett Rudi, mert a vállalkozó munkása azt akarta, hogy Rudi legyen a neve. Neki nem kell, ezért itt hagyja nekünk. Csak óvatosan, öreg. A fogaskerekek túlmelegedhetnek, ha homokot gyűjt. Lehet, hogy le kell hűteni. Hát igen, ezt észrevettük. Extra üzemanyagot veszít, ha túlmelegszik a motor. Aha. Ja, és ne dobja a homokot sehova, vagy húzza a benzinkút határán kívülre, vagy keressen ki a töltőt. Aha. Technikailag úgy gondolom, hogyha jogosítani típusára nem megfelelő Rudi vezetéséhez. Nincs rá jogsink Rudira. Gázkanna és leltár. Biztosan tudod, de gyorsan emlékeztek szukri, hogy gázkanna, Rudi tankolás, nincs meg az excess, blablabla. Igen, ez megvolt. Na. A benzinkutat bármikor kinyithatja és bezárhatja. Megállítja a nyereség áramlását, de ad egy kis időt a gondolkodáshoz. Hát ez fog kelleni. Ja, és mindennek van egy varázslatos trükkje. Körülbelül 60 másodperc szellik, amíg a forró újraindul. Ha valaki, ne adj Isten, félelmetes rendetlenséget csinál a benzinkuton kívül. Mi? Miért? Nem csinálnak ezek rendetlenséget. Fölveszünk testépítőket. Az is jó. Na, majd ki kell próbálni ezeket a szimulátorokat. YouTube-ra meg mehet a content belőle. Na figyeljetek, megnyitjuk a helyet. Átvitel a térképek között. Most már az útjelző táblával válthat át a térképek között. Használj az F gombot a térképek visszaállításához. Válsz ki kívánt úti célt. Nem akarok menni sehova, nem itt kell megnyitni a kutat? Open. Mekkora. Kezd alakulni a kutunk. Buldi Station. A benzinkutat bárkor kinyithatja. Igen, igen. Használj a szüneti időt a benzinkút alakítgatására. Van egy gomb, mert úgy nyitja a forgalmat. Micsoda? Mi? Mi az, hogy újraindítja? What? Mi az, hogy újraindítja a forgalmat? Miért akarnám újraindítani a forgalmat? Nincs több üzemanyagunk, bazd meg! Most nyitottunk ki! Rendelni kéne? Szállítás, üzemanyag. Most kéne a bácsikánk, mert nekünk nincs pénzünk üzemanyagra, baszki. Ó, oh, Jesus, hogy vannak az árak most? És elleg alul vannak az árak, az jó. Hátralévő üzemanyag nulla. Hozzáad, hát egyértelmű, hogy 200 liter kellene, ami 400 dollár. Próbáljuk meg, nem tudom miből. Mi kaptunk valahonnan pénzt, de most már 55 dollárunk. Hát jó, levelek, azok jönnek, rendelés. Mivel a garázs raktár tönkrement, egyre csak üzemanyagot rendelt. Az elszerző lapot egyszerűen szállításnak nevezik. Könnyű, mi? Ingyen feltöltöm, csak pihenjen. Oj, basz meg, 500 litert kellett volna! Ne! Miért nem 500? Baszki, nem szóltatok. Na, oké. Okay. Jön már az áru. Nincs baj. Tesztelje a tudását a játékgépen, ami a következő feladatra vár. Ó, azt szeretjük. Célzás, nyissa meg a ranglistát a PC-n. Milyen játékgép? És miért itt van? Milyen játékgép? What? Hát játszunk, bro. Ja, ez az RC autó. Na mi van? Várjál, 20 dollárt kapunk, spacebar az ugrás, menj végig az összes fejezze be a versenyt, 1.15 előtt. 1.15 előtt kell megcsinálnunk, na gyerünk, hát Fortnite-ba... basz meg. Várjál, space-szel ugrik, de nagyot? Ó, picsa! Hát ez nagyot ugrik. Erről nem volt szó, 1.15 bro, fék van. Eddig komoly a játék. Eddig megnyitottuk a gas station szimulátorunkat, vagy a gas stationünket, de még egyre játszadozunk RC autókkal. Jó. 1.15. Kicsit élesen veszi a kanyart. 1.15. Miért kell leugratni? Remélem nem kell használni.
Ja, hogy így a levegőbe tudom irányítani. Szóval, ha ugratok, akkor ne nyomjak W-t. Hát ezt rohadtul elrontottuk, balszeg. Ebből nem lesz 20 dollár. E-sport ready. Hú, és kiáll két kerékre. Wait. Ey! Le lehet vágni? Ezt csinálja meg egy 15 alatt? Brók. Ebből baj lesz. Hát figyeltek, ha nem kúrom el. Egy triple. Jaj, hát régen eleztem, itt az a probléma. Hát csak egy 15 másodperc, ami szar lett. Több pálya is lesz hozzá. Jó! Ezt egyelőre hagyjuk. Még vissza kell jönni comebackelni. Közben megjött a szállítmány. Közben lement a nap, este 8 óra. Szevasz, bro! Megjött az anyag, várjál, tekerem is el. Igen. Küldjed mindet bele. Szakadnátok az eső? Itt most elállt, hál' Isten. Üzemanyag szállítás mellett állomás. Mikor lesz kész? Mi újság? Milyen volt a fuvar ide? Na, látom, jókedvű vagy. Jól fizetnek? Ha kell munka, később itt lesz. Lehetsz a fix beszállítónk. Egyébként... Mi ez? Reggel volt tiszta az ég, az igen. Hát itt... itt szakadt, itt, hát de itt is most esős az egész. Na! Jött egy autónk. Szevasz, nénye! Intézem. Balegér. Aha. Fogja meg a befecskendezőt. A kupakkal kell interakcióba lépni. Borra való, ha közel van a célhoz. Aha, hát jó. Na figyelj, akkor a kupakkal kell interakcióba lépnünk. És nagy jat lesz, hogyha... Azok 2000-ért akarja teletankolni, érted? 29 dollár, mennyi? Na, megvan az, ő volt az első tankolónk. So it begins. Let's go. Adom. Ő ott megy el. Új levelünk van, megnézzük. Fúj, de moslék ez a hely. Ezt nem lehet valahogy... Itt összetakarítani egy kicsit, guys. Biztos, hogy lehet. Mert megvan az üzemanyag feltöltés. Eszközök. Szemetes zsák. Finally ingyenes. Megkaptuk. Oké. Van 80 dollárunk, szóval... Okosan kell csinálni, hogy maradjon következő üzemanyagra. Na nézzük. Tab. Kukászsák. Szemetes zsák. Szemetes zsákkal kis szemetet lehet összeszedni, és szemetes zsákot ki lehet csinálni a kukába. Szemetes zsákot kívül kell tárni. Végül meg kell rendelni a személygyűjtést. Meg kell azt is rendelni? Aha. Na nézzük. Pizzás dobozba. Mi történt itt? A melósok itt kész káoszba voltak. Szedjük össze mindent. Ó, bazzeg. Mindenhol csak a szemét. Azt a rohadt teget. Van még valahol? Ez is szemét, zsír. Leszedjük a... Mi? Te ki vagy? Elvis! Elvis Presley? Ez Elvis Presley, mi a picsát csinál ez itt? Oh, kezd tetszeni nekem ez a benzinkút. Érdekes dolgok vannak ezen a benzinkúton. Oké. Hát én meglepődtem, hogy éjszaka itt Elvis itt járt. Az mi ott? Azt a picsa bazd meg. Shift-el. Boostolni a tankolást. Ó, thank you.
Na, nagyjából alakulunk. Jobb egérrel dobjuk ki, hogy ballal, semmivel. Nyomj meg. Mi a picsa, hogy kell kukászsákra vár? Mindegy. Basz meg, ez nem megy nekem. Azt hiszem, hogy sokkal nagyobbat dob. Ott is van! Ez az. Ezeket kidobjuk? Vagy ezeket érdemel? Vagy ez szemétnek számít, vagy ez minek számít amúgy? Például ez, erre fullosan ki tudunk rakni dolgokat majd. Hogy lehet Úgy jó. Nem lehet ezeket így valahogy így irányítani? Hogy rakjuk le? Forgatni nem lehet? Ezt higgyétek. Basz meg. A kurva életbe. Ne már, ez nagyon jó. Ezt figyeld. Ja, ki kell dobni a régi bútorokat, ott írja. Figyelj. Várjál, ott van az. Azt a kurva! Menj már! Oké, semmi baj. Akkor is bedobom, bazeg. Innen. Na figyelj, max ott, akkor oda. Most kellett volna olyat csinálni, mint az előbb. Csak most ugye távolabbra álltunk. Maxon lövünk oda, akkor az ott lesz. Ah, 25! Na jó, csináljuk tovább. Mert során nyílik meg a benzinkutunk. Jó, kukánk az van. Több, de nem lehet több mindent megfogni egyszerre? Ez is régi bútornak számít? Ez is sajnos. Pedig én ezt felhasználtam volna. Megnyitjuk, nem kell aggódni. Nem sokára megnyitjuk a kutat. Streamer Life Simulator és az Internet Cafe Simulator is próbált ki. Meg lesz. Kipróbáljuk. De azok nem ilyen rövid gémek? És ezt hogy lehet ki szemétszállítást kérni? Hoppá! Kezd tele lenni a kukánk. Bros, itt egy ajtó. Kezd a kuka... Basz meg... Kuka kezd durván megtelni. Jó. Na. Rengeteg szemét összegyűlt itt az évek alatt. A gépnél a tankolást kérted. Aha! Nem akarom mondani, hogy rövid vagy nem. A gép majd meglátod. Oké. Ez hogy került ide? Akkor ebbe, ha jól értem, nagyjából addig tudok pakolni cuccot, ameddig csak nem folyik ki belőle. Ugye? Mi? Oké. Következő feladat. Vegyek egy seprűt. Ó, van seprű is. Festőhenger! Lefestünk. Sepreges, mert az a task. Vettem. Aha. Hát igen, itt elvisz, itt járt szerintem. Jó, mindjárt kinyitjuk a helyet, nem sem baj. Jó lesz ez, alakul, guys. Jó lesz. Az mi az ott? Figyeljetek, egy pró kutas vagyok amúgy. Matrac. Csak még tele van dzsuvával a hely. Kérnünk kell lassan szemét. Lomtalanítást kell kérnünk. Kezd káoszba torkolni.
Tankolni nem kell? Úúúú de! Kösz kösz. Pazd meg, ezt hol látom? Shift-tel. Super! Minden jót biztos úr! Jó munkát! Rendesen adózok. Hello. Na. Ja, ha most kell, a hulladékgyűjtést kell rendelni. Na várjál, hát ez nem úgy van ám. Hogy itt majd ingyen. Ezt még szépen megpakoljuk. Vigyék mindet. Persze, majd a félig üres kukát még itt kirakjuk nekik, mi? Azt már nem. Szevasz, Levi! Vettem seprűt, aha, fán föl is sepertem. Figyelj, Levi, nincs probléma. Ha kell, sivatagba jársz, akkor gyere ide tankolni. Vannak roncsok. Intézzük még. Nem a legjobb a hely. Most nyitottuk, de... Állj, stój. Kukászsákot neki. Ez hogy került ide? Az előbb itt volt egy random Elvis. Nagyon sok dolgunk van jelenleg még. A szemetekkel. Ja, ez már nagyobb. De intézem. Van másik konténered is, amiben tehetted a szemetet. Miért amúgy egyszerre viszik el? Á, ezt is meg kéne csinálnunk. Ha kérek egyet, akkor mind a kettőt elviszik? Seperjek? Basznak, ennyi szemét a világon nincs, guys. Ez egy szemétszedő szimulátor. De miért van mindenhol ennyi bűzös bogár? Na figyeljetek, szerintem ezt most hagyjuk ezt a teret. Ez nehéz, ez nehéz. Várj, ezt nem bírja el. Na hát ez nem jó. Most nem muszáj. Ja, gondoltam. Akkor figyelj. Hát itt nagyjából még körbenézünk. Ó, hello. Hello, hölgyem. Már itt is vagyok. Basz meg, ezt figyelni kell. Ó, getsz a kurva életbe, basz meg. Sorry. Új vagyok még. Ne haragudj. A rohadt életbe. Véletlen megnyomtam a izét még egyszer. Hát figyelj, $2, én megspóroltam neki. Menj vele ott egy kört, arra elég, és gyere vissza. Teleteszem, ígérem. Mármint nem úgy, hanem... Ja, üzemanyaggal. Na jó. A kút jónak tűnik. Egyelőre. Viperákat még nem láttam. Egész jó kis élet. Nincsenek még deszkák az ablakon valahol? Bal oldal. Várjál már, ott jön még egy, azt még megvárjuk. Itt is van még. Oké. Fullos a hely. Ez még oda ráfér, nem? Jó. Repülők is járkálnak. Szevasz, Hunor! Kijelző bal oldala? A levél vagy a seprű? Hello, mester! Hölgyem, akarom mondani. Na figyeljetek, szóval elég egyszer rányomni, én meg itt tartottam. Gyere már. Mennyiért szeretne? Hello? Szívesen, puma, vagyis sáska. Na, tovább. Haladjunk. Van use code Hunor, persze. Na figyeljetek, a seprű az a tisztaság, a többit meg tudod te is. A seprű a tisztaság? Szóval még nem tiszta a hely? Kint nem lehet seperni. Vagy balról megy fölfele, szóval most elég tiszta a hely. Oké, na. Nézzük tovább. Szolgáltatások.
Személygyűjtés. Gondolom az első, akkor megint meghív minket az Uncle. A Big Joe. Big Joe jön és elviszi a szemetet. Nézzük. Mi a picsát csináltok ti itt? Dennis, ki a pöcsöm ez? Micsoda? Fejbe kell kúrni a kurva életbe. Hol vagy te szar? Adj egy tárgyat, az anyád picsája, bazd meg! A rohadt életbe, anyád picsája, bazd meg, én már kidobtam minden, a kurva... Gyere ide, a te rohadt hitvány féreg, bazd meg! Pusztuljál már az anyád picsájába, bazd meg! A kurva életbe, bazd meg! Hello, biztos úr, én csak... Nem bántok a gyerekeket, csak ő... Hát, bocs, mindegy, ezt hagyjuk. Dennis a helyi huligán, a rohadék, basz meg. Leöntöm izéval, azt felgyújtom. Már jövök is. Gyors volt, minden jót. Ha tudja, Dennis, üsse már el. Ó, jönnek a szemétszedők is. Aha, várjál, basz meg, a rohadt Dennis, basz meg. A kurva életbe. Hello. Várjatok. Hú, baszta, nem tudok ennyire mindenre figyelni, várjál. Jó, most nincs tankos, hello. Nézzük tovább. Eszközök. Megvan a festőhenger, a rohadt tél, de most festenünk kell baszta, amit ő lefújt. Forti? Lesz majd Forti. Babá, volt Forti. 4 óra Fortnite ment reggel. Kiégtem egy kicsit, úgyhogy eljöttünk, úgyhogy nyitottam egy gas stationt. És megnézzük, hogy ez is úgy megy-e. Minden fontos dolgot. Hát figyelj, új levelünk van, tab, nyomj meg a P-t. Ja, és várjál. Festőenger. Bazzag a rendőrök. Jó, menjek közel hozzá, várjál. Ufo. Mi a picsa? Mi a fasz? A kurva életbe, bazd meg. Mi ez? Legyen ilyen. A rohadt életbe, bazd meg! Egy faszt rajzolt a falra, bazd meg! A kurva életbe, ez egy köcsög! Oké, okay. Hello, biztos úr, jobban járna, többet tankolna. Megkaptad a borravalót, $5. Kösz, 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 na. A büdös picsába, bazd meg! Ha? Ezt hogy állítom? Vagy ez mi? Ja, nekem itt kell tartani, nem? Így, így. Aha, jó, megvan, megvan. Ó, bassz meg. Hát mindegy, nagyjából jó. De akkor most le kéne festünk az egészet ilyenre. Aha. Jó. Jó lehet ez a fehér szín amúgy? Bassz meg. A rohadt életbe, bazd meg. És fessük le az egész falat. Végül is régi volt már, meg kopott, nem? Szóval annyira nem gáz. Na várjatok, lefessük a falat. Azt nem tiltja a Twitch? Hát én nem tudom. Oda rajzolt egy braid, bazd meg. Ezzel még dolgunk lesz az Adonis gyerekkel. Ő a helyi nagymenő. Ott fönt is lehet? Várjatok, mert a benzinkút az első, ez hozza a pénzt nekünk. Amúgy az a lényeg, hogy túl ne menjen, nem? Szóval itt alul itt lehetek vele. Igen. Csak túl ne menjen a festék, mert akkor fröccsen ki. Szóval, hogyha visszább megyek, az jó. Szóval inkább itt legyek, itt. Ne fessem túl. És ez ott mi az ott? Ott megfolyott? Meg kifröccsent? Aha, hogyha megfolyik, akkor ezt nekünk föl kell takarítani. Lol, na az egy jó kérdés. Várjál, Tibi, ez bazeg, te voltál az a gyerek? A rohadt életbe. Itt volt egy gyerek és fölrajzolt egy faszt. A falra.
Megmutatom a fordít, ezért nyit egy benzinkutat a maffia bosszal. Így van! Jelzi? Az hol jelzi, baszki? Készül az új klip? Hadd menjen! Na várjatok! Most folytatjuk tovább a festést még egyelőre. A rohadt féreg, basz meg! Legközelebb megtalálom, lelövöm, baszki. Vagyis... akarom mondani, hogy beszéljek a szüleivel. Jó, maradjuk a zölden. Jaj, bazd meg! Igen, inkább maradjunk lent. Akkor nem folyik mellé. Mindjárt meg vagyunk a benzinkúttal. Le van festve. Ha ide jön még egyszer, bazd meg. Én nem tudom, mit csinálok vele. Földugom a seggébe ezt a festőhengert. Valaki ide jött, Dennis, és ide csapta. Ide jött és kicsapta. Semmi baj, mindjárt meg vagyunk. Közben hol jelzi, hogy valaki jönne még tankolni, mert azt most nem látom. Opa. Már itt is van a következő vendégünk. A pénzünk egész jó. Mennyi üzemanyagunk van? Szevasz! Hú, öcsém, fila meg minden? Hát szevasz te! Ennyi csak. $4, jöhet is, kösz. Oké. Jaj, a chatet nem kéne nézni. Oké. Hú, baszki. Sokáig tart ez a lefestegetés. Jó. Oké. Meg vagyunk? Basz meg, még itt is van a rohadt életbe. Semmi baj. Mindjárt meg vagyunk, Uncle. Csak úgy... Jaj, basz meg! Sok lett. Oké, szerintem ez az utcsó. Nincsen baj. Még ott van valahol fölül. Hát ez is biztos jó. Figyelj, mi falon át is tudunk festeni, ezzel nincsen probléma. Na. Ezt is le lehet festeni? Ez kurva ronda lett, basszeg! Amúgy nem. Amúgy jó lett a hely. Amúgy jó lett. Csak ide rejszoltak, de az nem baj. Erre a falon is van festés. Aha, van hát. Azért jól festegettem. Hát az olyan, mint a galamfos. Nem kell aggódni. Meg itt van egy kicsit, még itt kezdő festők voltunk. Na, kész! Tovább. Keresem a megfelelő eszköz, az autó csomagtartóját fel. Mi? Először is elolvassuk az e-maileket. Hát, ha Uncle valamit küldött. Kösz, kösz, kösz. Hova ment a klip? Meg nem láttam. Azt hiszem, nincsen még. Na, várjatok. Sepregető. Igen. A kukába kosár. Körülbelül szemet a zsákokban van, akkor nagy terába kell dobni. Igen, jó, Dennis, itt van. Ő érdekel engem, hogy mi van vele. Majdnem elfelejtettem, van egy dolog, amiről írnom kell neked. Úgy tűnik, emlékszem, hogy a vállalkozó egyik munkás gyereke nem túl messze lakik a környezettől. Általában a csávó gyepként, vagy valami másként jelölte meg a vásárolt romot. Hát ez valami Google fordító. És tudod, milyenek a gyerekek, mikor elveszik a játékait, bármit is jelentsen ez. Ha összefut fele, gondot okozhat, nem várok sokat egy ilyen gyerektől, mint hogy legfeljebb trágárságokat fest a falakra. Hát láttam, bazeg, egy faszt. Kösz, kösz a klippet. Miért, Hunor? Menni fog a klip majd YouTube-ra.
Igen, abban nőttem fel, amit egyesek kemény ütések iskolájának neveznének. Mindaz, ami a stresszmentes nevelésről szól, őszintén fárasztó a fülnek. Ha csak az élet nem tanítja meg korán keményedni... Korán keményedni? Hát, ja. Ne keményedjetek korán, mert... az gyors lövés lesz. Vagyis... ja. Azon kívül, mint már mondtam, a sivatag kellős közepén vagy. Senki nem fog szemet verni. Mi? Csak ne dobjon rá egész gáztartát, kérem. Szóval... ha egy kicsit elkalapáljuk a kis csávót, akkor nem fog engem itt senki úgy... érted? Szóval engedélyt kaptunk, hogy a gyereket picsán verjük. Zárfeltörés. Na, ez miért kell? El van rejtve. Kis, igen, blablabla. Először állítsa a tűt balra vagy jobbra. Szóval megtalálunk, lehet zárakat feltörni. Jó. Tankolni jött valaki még? Persze. Jó napot, rendőrbá. Tele. Már meg is van. Szívesen. Még egy intézzünk egy szállítást, mert nem tudom, hogy mennyi üzemanyagunk van. 104 literünk, az még bőven jó. Potyára nem költünk semmit. Feltörjük a... ez a régi autónk? Zárfeltörött tab. Hol van? Itt van. Nyomja meg AD-val. Spacebar. Igen. Kezdő zár. Mi ez? AD. Ja. Hát ez olyan, mint a Skyrimbe beássja. Siker. Dust Bowl festés. Meg 13 dollár? Na. Miért? Amúgy jól tetted, Hunor. Én azt mondom, mások autót is feltörni, és lehet díszeket pénzt szerezni. Ó, és megéri? Vagy jár érte, Bunti? Közmester. Koszosa volt. Aha, szóval bal oldalt mutatja. De most nem koszos. Vagy hát valahol van egy kis kosz, ez az. Elvileg most nem? Ja de, ott van, látom. Na most ezt kidobom. Nem is érdekli. Ó, aha. Bazd meg, elvisz a rohadt életbe, megint itt van. Figyeljetek, nincs több szemét, ez nem szemét, nem? Lehet majd kasszázni. Hát, szerintem ez ennyi ez a hely most. Na, akassza fel a Dust Bowl festményét a benzinkút falára. Leltár, itt a Dust Bowl festés. Rámegyünk. Dust Bowl. Aha. Figyeljetek, én ezt ide raknám. Oké. Okay. Célzás. Menj a számítógépre, akkor is jelzogon, majd a polcok felül. Micsoda? Lesznek polcok? Alkohol. Aha. Szint egy. Hát egy... nem... milyen alkoholmentes italok, bástya? Nem, akkor... Aha. Kis nagy. Hát akkor egyértelmű, hogy a nagyot kéne vennünk. Honnan van ennyi pénzünk, bro? Sehol senki nem jön tankolni. Hát akkor vegyük is. Hát egyértelmű, hogy megveszük a nagy dolgokat. Figyeljetek ide. Vagy legyen kis snack, meg az alkoholmentesből kicsit vegyünk, mert azok szutykok. Nem, megveszük a nagyot. Figyelj. Jó, megvettük. És most? Van egy készletem. Veszünk a snackesből is egy nagyot. Igen. Tab. Inventory. Polcok. Igen. Hú. Várjál, nyomj meg, lesz és QE a forgatás, aha. Hú, basz meg, ez nagyon nagy lette. Erre nem gondoltam. Egyet oda. Hú, ennyi soft drinket nem akartam venni, azért bástya. Jaj, mégse. Ez meg, ha minden igaz, pont ide fér. Hát igen, próbálom gyorsan. Ja, gyorsabban, shift-tel. Aha, vágasz. Na figyeljetek.
Hogy lehet jól? Valahogy így, nem? Hát fogjuk rá. Ez is jó. Hát. Várj már. Neki elhelyezés, nyomják F neki felvétel. Meg lehetünk a fal felé egyébként. Aha, ki kell használnunk a helyet. Ja, már várakozik a tankrásság, más is mutatott. De hol? Ja, ügyfél! Ja, látom, látom! Aha, oké, okay, kösz. Jöhet a borravaló. Kösz. Mit csinálunk még? Veszünk parkolóhelyeket. Amit ingyenes. Megvesszük. Pont az ingyenes, ahol még ott a homok. Na. Vannak parkolóhelyeink. Jó. Egyelőre csak egy. Nézzük meg a helyet. Figyelj, itt föl kell seperni? Nem kell. Csörög a telefon. Aha. Nagybácsi! Jövök már, nagybácsi! Hello! Hello! I see the business is doing igen, well. Megyeget. Voltak problémák, de nincs gáz. You on successfully getting it off the ground. Nem lehet üzletben. Igen, terben, drogok, ilyenek, kokain, vagyis süti. Most tartozol nekem, hát ja. You now owe me. Well, I'll send you the invoice to your email. Don't miss it. I'm sorry, nephew, but there is just no room for charity in this world. Micsoda? I hope you'll find it within your finances to repay the debt. Most mi lett azzal, hogy a család a család? Már bazd meg uzsorás lett a nagybácsi. Baszki. Kiment a videó, persze. Ja, és amúgy ez magától feltöltődik? Vagy ez most a nagybácsi volt? Ez mi? Na várjál, szólják az ügyfelt a kasszánál. Ezt is megnézzük az e-mailjeinket. Hitel! Szevasz bácsi! Mi van? Rudit azt mondta, hogy itt hagyta, mert nekik nem kellett. Basz meg! Hogyan szedjünk össze 3200 dollárt? Hát szét fog verni, bazd meg az uncle. Bazd meg, ne segítsél uncle, menj a picsába. Aha. Molyok. Ezt kell, hogy lehet, hogy ennek a feladatbukot ingyen kapják. Ó, Jesus. Szevasz! Aha. Használd a bal shiftet a szalaghoz. Hú, várja. A szalaghoz és a bal egeret a termék mozgatásához. Vigye a terméket a szkenner fölé és tegye a kosárba. Az öv idővel koszos lesz és lelassul. A jobb egérrel. Ne hibázz. Nő a kombó és a borra való. Hát jó. Na figyelj. Aha. Szevasz! Kasszás Erzsi, az én vagyok, bástya. Aha. Bevásárolt az a nénye, ba. Ennyi, 13 dollár, add a borra valót, kösz! Következő! Gyere csak! Megy a biznisz, ügyfél címen üzemanyag. Na már ott van, láttam is, kösz, hogy írtátok. Hadd jöjjön a jattos tankolás. Pak! Kösz. Na nézzük. Fizesse a kölcsönt a PC segítségével. De mit? Hogy fizessek? 400 dollárom van ember. Jaja, nyomom a kontentet 1000-rel, guys. Most mindenhol. Hitel. Bassz meg. Aktuális hitel 5000. Hát nem tudok 5000-et. Vájos, bassz meg. Kap 200 dollárt az uncle egyelőre. Oké. Okay. Az előbb 3200 volt a hitel, bazd meg. Ez nagyon durván növekszik. A rohadt életbe, uncle.
Kösz, kösz! Ez jó, a bolt ez jól megy, ez adja a pénzt, I think. Mennyi üzemanyagunk van? Jönnek még tankolni. Nem lehet föltölteni a polcokat? Elhelyezés. Rákcsálni való raktár, nincs semmi. Bazd meg, rendelnünk kéne cumót. Közben jönnek tankolni. Jó. Eddig jó a game, nekem tetszik nagyon, nagyon bejön. Jó. Intéznünk kéne szolgáltatásokat. De mennyit fizessek a hitelre, bástya? Ember. Aj, baszki, polcok. De hogy tudjuk föltölteni a polcokat? Üzemanyagot tudunk csak, dekoráció nem kell. Eszközök, fejlesztések, benzinkút 2. Ez mibe kerül? Raktár, műhely, úristen, úristen! Mindenféle van itt, üzemanyag a dolog, parkolóhely. Jó, jönnek vásárolni. Szevasz! $500-ból rendelj? Mit rendeljek? Akkor rendelj, mert kávé akkor fogsz ki. Aha. De nem tudom, hogy hol kell rendelni, bro. Hol tudok rendelni? Vagy $500-ért üzemanyagot? Azt mondod? Még van 68. Nem, én ilyen snackeket akartam rendezni. Vagy rendelni. A tiszta kosz az a szar, baszki. Ennyi? Nem lehet valami megpucolni még? Seprűvel? A célzás, az idő lejárt, ne érezz magad rosszul, egyébként nem volt már sok belőle. Az $5000-ból nem volt sok. Ő azt akart, hogy most fizessem ki. Most fizessem ki az $5000, most nyitott a kút, uncle. Hey, where's our goddamn money? Anyádat! Hát hol a család, az család? Mi van? Ember! Uncle-lel valamit csinálnunk kell, guys, ez így nem jó. Ez így nem lesz jó, bástya. Hát én azt hittem, hogy most játszhatunk meg ilyenek. Ő az uncle. Aha. Ő az uncle. Menő gyerek, bassz meg. Én elkapom. Hol a söprű? Én aláverek söprűvel, uncle. Nyújtózkodjunk, let's go. Szevasz! Mit mondott? We got a gas station, mi? Most közös? Most az uncle lett a gas station? Azért, mert nem tudtam fizetni neki? Ez az uncle, ez egy mafiózó, bassz meg. Ezt nekem nem mondta senki. Azt mondták, itt nyugodtan elbújjatok a sivatagba a bajaim elől. Back on your feet? I hope your head's no longer spinning. Thanks for picking up. We need to talk. Tényleg, bazdmeg? Mistake, a serious one. You can rest easy knowing I will have the responsible people dealt proper retribution. Nekem nem kell semmi, bazdmeg. The amount of time on your investment loan deadline was rendered far too short for what the amount was. Nekem nem kell. Plain bad business. Nekem nem kell az ajándékot, te rohadék. A rohadék, bassz meg. Mi ez? A kurva életbe, bassz meg, uncle.